leszakadt a jobb oldali teljes egészébe. A falut letaroló hatalmas esőzés utáni károkat mutatta Kismányok polgármestere még 2014 nyarán. A vihar akkor úgy megduzzasztotta a településen keresztül folyó völtségpatokot, hogy a meder mellett egy helyen beszakadt a beton, 8 millió forint volt a kár. betonmederben csordogál a patak ismányokon, ezek a felvételek kedden készültek, ekkor adták át a teljesen helyreállított medret, betonelemekkel rakták ki a szakemberek a 21 millió forintból elkészült vízelvezető rendszer oldalfalait. Ez nagyon veszélyes szakasz volt itt, ahol most állunk, ugye az előttem ugye ez a Kossuth utcai járok, mert az áteresznél ugye ott csapódott le a víz, ugye a két árok ott folyt össze, ott szinte majdnem minden alkalommal az úttest felőli oldalra beszakadt ennek az út ároknak. A fejlesztés a megyei önkormányzat által koordinált TOP programon keresztül valósult meg. Ebben a programban 27,5 milliárd forint jut Tolna megye településeinek. A fejlesztések közül többet a következő hetekben adnak át. Én azt gondolom, hogy ez a megye céljait nagymértékben fogja segíteni, de nem az a lényeg, hanem az, hogy a megyében élő embereknek a jövőjét segíteni fogja, munkahelyeket teremt, otthonosabbá teszi a településeket, élhetőbbé teszi őket, szóval jobb lesz Tolna megyében élni. Kismányokon a következő időszakban még egy fontos fejlesztésére a végéhez, az egyik utca burkolását is hamarosan befejezik.